Köszöntöm a stúdióban Szoboszlai Beátát, a Nők a Tudományban Egyesület ügyvezetőjét, illetve Bényei Éva Bernadettet, a Nők a Tudományban Egyesület nagykövetét. Sziasztok! Szia! Ti vagytok a Lányok Napja rendezői főszervezői, mondhatom így? Abszolút, igen. Mi ez a program? Kicsit meséljetek róla, illetve kik vagytok? Ti mutatkozzatok be, kérlek. Ahogy mondtad, én Szoboszlai Beáta vagyok, az Egyesületnek, a Nők a Tudományban Egyesületnek az ügyvezetője. Én Bényei Éva Bernadett vagyok, a Nők a Tudományban, illetve a Lányok Napja nagyköveti hálózatának az egyik első tagja, illetve most már lassan alumni tag. Igen. És pontosan mi ez a program? Meséltek erről nekem. Nagyon röviden a Lányok Napja, effektíve az egy interaktív nyílt nap, cégeknél és egyetemeken, ahol mérnöki vagy informatikai képzés vagy munka folyik, és ezen interaktív nyílt nap keretében a lányoknak mutatják be ezek a fogadóhelyek, hogy mennyire csodálatos szakma az imént említett mérnök és informatikai hivatás. Kiknek szól ez a Lányok Napja program? Ez egy nap? Egy nap, minden évben ugyanaz a nap, egész Európában, ez április utolsó csütörtöke, ami idén április 23-a lesz, és ez egy egész napos nyílt program középiskolás lányoknak. Mit gondoltok, mi az oka annak, hogy aránylag kevés nő dolgozik amúgy műszaki területen? Azt hiszem, azt mondhatjuk, hogy a középiskolás lányok elég erős sztereotípiákkal szembesülnek, tehát ha még meg is van kezdetben az érdeklődésük ezek iránt a szakmák, illetve területek iránt, nagyon sok elrettentés van, illetve demotiválás, akár a kortársak, akár a tanárok, akár egyéb akár a környezet részéről. Viszont azt mondhatjuk, hogy ha van valaki, egy mentor, és ez a mentor lehet tényleg a szülő, a tanár, a diáktárs, bárki, aki segít nekik abban, hogy hogyan is kezdjenek el munkálkodni ezen a területen, és az érdeklődésüket fenntartják, illetve akár tovább erősítik, akkor már nem lesz probléma ezzel. És azt hiszem, hogy a Lányok Napja, mind a nagyköveti hálózat, illetve a különböző ilyen kezdeményezések rendkívül jó munkát tesznek ezen a területen. Milyen intézményekben, milyen cégeknél fordulhatnak meg a középiskolások? Igazság szerint azt kell mondani, hogy idén 41 programmal várják a nagy multinacionális cégek is, és az egyetemek is a lányokat. Például a Morgan Stanley, a Telekom, a GE, az Ericsson, a Bosch, a BMW, az ELTE, Gödöllőn, Nyíregyházán, a LEGO, tehát tényleg mindenhol várják a lányokat. És jobbnál jobb programokkal. Véleményetek szerint hogyan lehet azt elérni, hogy minél több hölgy válassz a műszaki területet, illetve majd később műszaki területen tudjon elhelyezkedni? Ez szerintem kezdetben kell megfogni az érdeklődésüket. És mint ahogy említettük korábban, fenn kell tartani ezt. Illetve nagyon sok olyan terület van, olyan szakma, aminek elég fura elnevezése van, és be kell valam, nekem is voltak, akár egyetemi szakok, amire nem tudtam, hogy mit jelent egyszerűen. És úgy választani valamit, amiről nem tudjuk, hogy mit jelent, vagy nagyon nagy vállalkozás és kockázat, vagy pedig inkább azt mondjuk, hogy most ezt mégsem. De hogyha meg tudjuk mutatni a diákoknak, akár már középiskolás korban, hogy mit is jelent az, hogyha valaki mondjuk mechatronikai mérnök, vagy mit csinálnak pontosan a nagy cégeknél a különböző elnevezésű szakmáknak a művelői, akkor rá lehet jönni, hogy nem is olyan elvontak ezek a dolgok, sőt, rendkívül izgalmasak lehetnek. És nekem rendkívül jó volt hallani a Lányok Napja után a diákoktól a visszajelzéseket arról, hogy rájöttek, hogy programozni nem is olyan nehéz például, és nagyon sok érdekes dolgot lehet vele csinálni. Valahol itt kezdődik. Aztán meglátjuk, hogy utána hogyan folytatódik. Igen, de valahol ez a probléma nem csak a lányok esetében áll fönn, hanem ugyanúgy fiúk sem tudják 16-7 évesen, hogy mit csinál egy mechatronikai mérnök jobb esetben. Tehát nekik is ugyanúgy szükségük van arra, hogy erről több tájékoztatást kapjanak pályorientációs programok során. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy vannak effektíve férfiak által dominált szakmák, területek, ilyen nagyon jellemzően a technológia orientált terület, ami effektíve a jövő, oda kell egy kicsit, egy kis plusz dolog, amivel oda csábítjuk a lányokat. Mert mérhetetlen nagy szakember hiány van.
nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Nincsen elég informatikus, nincs elég mérnök, nem tudjuk kielégíteni itthon sem a szakember igényt a nagy tech vállalatoknak, és hogyha nem vonzunk be több lányt ezekre a területekre, akár a WIG-be, a Schönherz-be, egyszerűen el fognak menni a tech vállalatok Indiába, Ázsiába, ahol megvan elég mérnök. Vagy azokkal a szakemberekkel fogják kipótolni az itteni hiányt. És hogyan próbálnátok meggyőzni azokat a lányokat, akik alapvetően nem feltétlen, tehát hogy a műszaki, illetve a társadalomtudomány között félúton vannak, és még nem döntötték el, hogy ők hova fognak tovább menni. Én azt gondolom, hogy mi nem szeretnénk senkit meggyőzni arról, hogy nekik mit kell választani. Mi csak szeretnénk megmutatni az összes alternatívát, hogy mi közül lehet választani, és ne a hagyományok és a tradíciók alapján hozzanak döntést, amikor karriert választanak, hanem nézzék meg ugyanúgy, hogy mit csinál egy pedagógus, hogy mit csinál egy szociológus, egy közgazdász, de azt is nézzék meg, hogy mit csinál egy informatikus, egy szoftverfejlesztő, vagy egy villamosmérnök. Uh-huh. És ne gondolják azt, hogy ők csak azért, mert lányok, azért ők nem alkalmasak rá. Tehát ti biztosítjátok azt, hogy betekintést nyerjenek a műszaki területekbe, illetve ebbe a pályába. Abszolút. És ezt azt mondhatom, hogy nagyon nagy örömet tudunk okozni a tech vállalatokban dolgozó férfi kollégáknak is azáltal, hogy ilyen fiatal lánycsoportok vonulnak végig a gyártósorok között, és abban reménykednek, hogy hamarosan az ő kollégáik lesznek. Mert hogy ez kimutatott tény is, hogy a vegyes csoportok, nemzetiségek, korosztályok, nemek, hogyha együtt dolgoznak, hatékonyabbak, gyorsabban oldják meg a problémát, és kreatívabbak is. És ezért nagyon szükséges egy olyan csoportmunkára alapuló területen, mint a mérnöki vagy informatikai szakma, hogy vegyes csapatok legyenek. A karrierépítésben tudtok-e majd hosszabb távon segíteni a hölgyeknek? Pontosan. Tehát igazából ezt úgy értem, hogy most betekintést nyernek a műszaki területekbe, és utána, hogyha ők a műszaki területen választanak adott szakot, akkor utána a következőkben, ha ők elhelyezkedni szeretnének, akkor tudtak-e nekik segíteni ebben? A mi tapasztalatunk az egy ilyen 5-6-7 éves tapasztalat most már lassan, hogyha esetleg nem tudna elhelyezkedni egy informatikus vagy egy mérnök, legyen nő vagy férfi, akkor én garantálom azt, hogy 3 napon belül találok neki állást. A lányok napjának köszönhetően az összes nagy tech vállalattal kapcsolatban vagyunk, és dörömbölnek az ajtónkon, hogy hol vannak már a mérnökök és az informatikusok, meg kellenek. Nagyon sokszor van már az, hogy a kezdő a hallgatókat már elcsábítják különböző gyakornoki programokra, és ott marasztalják őket, és majd befejezik később az egyetemet. Nagyon érdekes jelenség van jelen a munkaerőpiacon, ez az üvegplafon jelenség. Erről tudtok-e nekem mesélni egy kicsit, hogy ez így a műszaki területen hogy néz ki, hogy zajlik, hogy történik? Van-e, létezik-e? Sajnos létezik a jelenség, és nagyon sok kutatás is irányult erre, hogy miért. Ugye mi a Lányok Napjával kapcsolatos, többször előfordul az is, hogy akár hogyha azonos kompetenciával rendelkező pályaválasztók vagy pályázók jelentkeznek egy állásra, akkor sokszor inkább a férfi kollégákat választják különböző okok miatt. Viszont valahol a cél az, hogy ne ez döntsön. Az döntsön, hogy ki ért jobban az adott területhez, illetve ki a kompetensebb. Viszont mondjuk el, hogy tehát az üvegplafon jelenség végül is az a jelenség, ami a szervezet hierarchiájában valaki megragad egy bizonyos szinten, és hogy nem tud tovább lépni. És hát a hölgyek terén végül is többször előfordul ez, mint a férfiak terén. Igazság szerint itt megint csak olyan mély
társadalom, pszichológia, társadalom szociológiai berögződésekről van szó, amik így alakultak az utóbbi évszázadok során. Nem volt lehetősége a nőknek ilyen pozícióba bekerülni és bizonyítani. Nincsen hagyománya annak, hogy nő vezet egy-egy nagyobb céget. Viszont ez a tendencia ugyanúgy, ahogy nagyon sok minden mostában változik. És ilyen például az, hogy a G-nél, az Oracle-nél, a HP-nál a CEO az egy nő. És ők példát mutatnak, szerepmodellek olyan ambiciózus hölgyeknek, akik elindulnak a mérnöki és informatikai pályákon, és utána effektíve vezetőkké válhatnak ezekben a vállalatokban. Főképp műszaki profilú cégekkel álltok kapcsolatban, ha jól tudom, és hogy van-e személyes tapasztalatotok ezeken a területeken, és hogyha igen, akkor milyen jellegű ez a személyes tapasztalat? Tehát igazából most arra gondolok, hogy pozitív, negatív. Nekem rendkívül pozitív volt a tavalyi Lányok Napján például. Én a National Instruments-nél a debreceni telephelyen voltam. Számomra mindig egy kicsit misztikus volt, hogy ők mit is csinálnak az NI-nál. És nagyon barátságos közeg volt, és rengeteg mindent kipróbálhattak a lányok. Tehát konkrétan minden állomásnál valamilyen feladattal vártak minket. Ami egy külön jó, hogy tényleg, amit be is mondott korábban, hogy ki lehet próbálni a dolgokat, és nem valami sötét, valami beburkolózott dolog, területről beszélünk, hogy ez nekem rendkívül pozitív tapasztalat volt. Igen, tényleg mindent megtesznek ezek a cégek, hogy beleszeressenek ezek a lányok ezekbe a szakmákba. Busszal viszik el őket Budapestről, ugye az IT és mérnöki cégek mellett például a Paksi Atomerőműbe is fogadták őket, nagyon sok kutatóintézetbe, fönt a Wigner-be, és mindenhol interaktív a program. Van effektíve egy szint, amit el kell érnie egy Lányok Napja programnak. Itt azt kérjük, az a feltétel, egy interaktív, minél kevesebb beszélgetés, minél több feladat, kihívás, élmény, közös fotózás, vannak közös ajándékok, és effektíve ebből később akár egy közösség is ki tud alakulni, iskolai klubok, amiknek az alapját már a nagyköveti hálózat, aminek ugye az Ivi is az egyik alapító tagja, az elindítottuk ezzel. Mi lesz a következő rendezvényetek, az Egyesületnek a következő rendezvénye, és hogy erre hogyan lehet jelentkezni, erről a nézőknek egy kicsit bővebben tudnátok-e felvilágosítást adni? Hát ugye, hogyha én jól tudom, akkor nem tudom, hogy a nézők hölgyek vagy urak, de inkább a hölgyek tudnak jelentkezni, és inkább a fiatalabb korosztály, a gimnazisták, a lányoknapja.hu weboldalon, és április 13-ig lehet, ott meg kell keresni, hogy melyik városban van az ember, hogy melyik cég vagy egyetem tetszik neki a legjobban, és utána be kell regisztrálni, és be kell jelentkezni a programra. Mindenhol limitáltak a férőhelyek, de még vannak bőven, úgyhogy ott lehet jelentkezni. A másik ilyen programunk pedig a női kiválósági, nők a tudományban kiválósági díj, amit minden ősszel szoktunk átadni. És például a tavalyi év során a Vajta dékán úr adta át ezt a díjat a díjazottaknak. Oda is lehet egy fiatal, van egy 30 éven aluliaknak meghirdetett díjunk is, úgyhogy akár, hogyha van jelentkező, akkor várjuk innen is őket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és remélem, hogy nagyon-nagyon sok érdeklődő hölgy, és részt fog venni a programokon. Köszönöm szépen!